Fontos, hogy a Kelet-Magyarország térségében élő fiatalok is versenyképes tudást, valamint a trendekhez igazodó ismereteket szerezzenek. Ezen gondolatköré épültek az előadások, a Kisvárdán rendezett, a vidéki felsőoktatás szerepe az értelmiség utánpótlásában címet viselő konferencián. Az eseményen elhangzott, a kormány azt szeretné, hogy Magyarországon minden településről legfeljebb 60 kilométeres távolságban elérhető legyen egy felsőoktatási intézmény. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szerint ezzel a vidéket szeretnék támogatni, és az elvándorlást csökkenteni a fiatalok számára biztosított tanulási és munkalehetőségekkel. Az a cél, hogy helyben képzett értelmiség tudjon azokon a munkahelyeken dolgozni, amit a környezetünkben van. Nem csak azért, hogy kellő számú munkaerő legyen, hanem azt gondoljuk, hogy a helyben lévő problémákra helyben élő és itt tanuló fiatalok tudnak megoldást találni, arról nem beszélve, hogy szeretnénk erősíteni azt, hogy a vidéki értelmiségnek a szerepe tovább erősödjön Magyarországon, és nőjön az identitástudata a fiataloknak, hogy az a környék, az a környezet, amelyet a szűkebben vett szülőföldnek nevezünk, megtalálhassák ott is a boldogulásukat. A fiatalok számára nem csak a munkavállalói lét lehet cél. Ezt már az innovációért felelős helyettes államtitkár mondta. Szigeti Ádám kiemelte, szeretnék, hogy olyan szakembereket képezzenek a magyar felsőoktatásban, akik új, saját ötletekkel, akár önálló úton is elindulhatnak. Fontos az, hogy a hallgatók, hogyha kijönnek az egyetemről, vagy a diákok a szakközépiskolából, akkor ne csak abban gondolkodjanak, hogy alkalmazottként mennek el valahova dolgozni, hanem a saját vállalkozás alapításban is. Ez, hogyha itt vállalkoznak Kisvárdán, vagy a térségben munkahelyeket teremtenek, akkor ezzel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a vidéknek a népesség megtartó ereje az növekedjen. Kisvárdán 2 éve van lehetőségük a térségben élő fiataloknak, hogy a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központnak köszönhetően helyben szerezhessenek diplomát. A térségben olyan komoly beruházások jöttek, hogy 2016-ban el tudtuk indítani az egyetemi képzéseket a Debreceni Egyetemmel. Ma már elmondhatom, hogy összesen 7 csoportunk van, 3 évfolyamunk, tulajdonképpen több száz hallgatónak adunk képzést helyben. 3 egyetemi partnerünk van, a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem és az Óbudai Egyetem. Kisvárdán 2019. szeptemberében már a 4. évfolyamot indítják a Debreceni Egyetem mezőgazdasági mérnök képzésében, de a Hajdúsági Intézmény gazdaságtudományi karának vidékfejlesztői mérnök, illetve turizmus vendéglátás szakára, valamint a Szent István Egyetem élelmiszermérnök és az Óbudai Egyetem mérnök informatikus alapképzésére is várják a jelentkezőket.